Sziasztok! Ebben a videóban az irodai informatikus mellékszakképesítés szöveg és táblázatkezelés vizsga feladatát fogjuk elkészíteni, mégpedig a 2021. októberit. Úgymond ez a legutolsó vizsga, mert most meg ugye január vége van, és február 8-án pedig jön a, az újabb vizsga. Ez az októberi időpont, ez ilyen, hát mindig ilyen pótvizsgának szokták mondani, mert ugye az érettségig ezt megszoktuk csinálni, hogy akkor megkaphassuk a bizonyítványt. Vagy ugye most a járványhelyzetre való tekintettel, akik éppen karanténban voltak, vagy bármi probléma volt, ugye 21. februárjában, ők ezt októberben pótolhatták. Ennek, vagyis hát éppen ezért ez nem is egy olyan nehéz vizsgafeladat most. Nem, mintha a korábbiak azok lettek volna, de az inkább csak ilyen szöszölősebb. Na, ja. először is uh, sajnálom, hogy csak most értem ide, ugye ez is ilyen három hónap késéssel kerül most ide fel. Uh, egyszerűen most, hogy nincs digitális oktatás, a normál munkarendű oktatás mellett, egyszerűen nem nagyon van időm ilyen videó készítésére, mellett én is korábbi videómban, most utolsó videómban mondtam, hogy én is elkezdtem ugye szakmát tanulni, ki tudja, mennyi van még ebben a tanárságban, a tanítósdiban, ugye ismerve a mostani helyzeteket, úgyhogy nem tudom. A lényeg, hogy ezt most azért megoldjuk, és majd ami februárban lesz vizsga, nyilván azt is meg szeretném majd oldani, hát remélhetőleg minél hamarabb nem kell rá majd hónapokat várni. Emlékszem, tavaly ugye még aznap sikerült megoldanom. Természetesen a Linuxot is meg fogjuk csinálni, mert ugye ezek párban vannak, szöveg és táblázatkezelés egy fél óra, és utána pedig kezdődik, vagy éppen előtte, a Linux alapismeretek az is egy fél órás. Na de nézzük is ezt a feladatot. Elnézést kérek a minőségért, így tudtam csak megszerezni, de hát ennek is örülünk. Hát lefotózták, gondolom fényképezőgéppel, vagy telefonnal, vagy valamivel, és abból is inkább a krumplisabb fajtával, de viszonylag olvasható is ugye a feladatért bármit. Körtés recepteket kell majd készítenünk. Van egy nyers.rtf állományunk, és ezt kell nekünk megnyitni, és alapértelmezett formátumban elmenteni, kortes receptek néven. Én ezt már elkészítettem, itt van az RTF, és én ezt elmentettem kortesreceptek.docx néven, és itt meg is van nyitva. Erre nagyon figyeljünk oda, tehát hogy a legelső lépésünk az legyen, hogy megnyitod és mentés másként, és ezt elmented ilyen néven. Mi, amikor ezt megírtuk ilyen próba vizsgaként, hát sajnos volt, akinek elégtelen kellett adnom, mert valahogy rosszul mentett el, nem úgy mentett el, és semmit nem tudod beadni. Erre vizsgán nagyon figyeljetek oda. Jó. Dokumentumban mind a négy irányban állítsuk be a margót másfél centire, a laptájolást pedig fekvőre. Elrendezés, margók. itt nem látunk ugye ott olyat a gyors menüben, tehát egyéni margók, és akkor ezeket a ketteseket írjuk át 1,5-re. Így, valamint a tájolást fekvőre. A teljes dokumentumra alkalmazunk hasábos, elrendezést, választóvonallal. A dokumentum háttérszíne pedig egy ilyen RGB színkódú szín legyen. Tehát a teljes dokumentumra alkalmazunk egy kéthaságos elrendezést, vagyis kettőt, és egy választóvonalat is berakunk. Itt is meg lehetett volna, hogy kettő, de utána a választóvonal miatt úgyis ide be, kell jönne, be kellene jönni, tehát azért csináltam ott automatikusan. Valamint háttérszínt, de a dokumentum háttérszínét, tehát ez is sem olyan mindennapos dolog, tehát nem itt a színeknél kell, hanem ha nem tudod fejből, akkor itt a kereséshez háttérszín, vagy oldalszín, és akkor ki is dobja, és már állíthatod is. És látod, ez az egészet állítja. Hanem ha pedig ö, tudod, hogy hol van, amit én most itt van a tervezésnél tippemre, oldalszín, és itt kell beállítanod. Tehát oldalszínt. További színek. Egyéni és az megfelelő RGB-t. 241, 251, 241, 251, 147-es. Ez egy ilyen sárgás szín. Jó. Ja. Hát gyönyörű lett. Mutatom a mintánkat. Amit, hogy ne ijedjen meg senki, hát sajnos csak így sikerült, mert ez a fotó miatt van. Nem tudtam jobb minőséget szerezni. Sajnos. De a lényeg látszik, hogy itt van egy kéthasábos. Lesz majd élőfej, vonal közte, felsorolás, minden. Na de haladjunk a feladattal. A kettes is megvan. A receptek címét formázunk egyes szintű címsor. Itt egy hiba, címsorként a formátumot módosítsa, hogy a betűméret 17 pontos legyen. Tetszőleges talpas betűtípussal, sötétzöld betűszínnel, félkövér stílussal. Címek előtt nulla, utána pedig 10 pontos. Tehát ezt a, az egyes szintű címsorunkat nekünk itt a stílusoknál módosítani kell, és a címsor egyet módosítás, és megmondjuk tetszőleges talpas betűtípus, mondjuk a Times New Roman, Elnézést itt a nagy ö, változtatgatásért. Uh -huh. 17 pontos, sötét zöld félkövér. Nincs olyan, tehát 17 pont. És ugye én itt mindig gondban vagyok, mert én ezeken nem szoktam lovagolni, de vizsgán kell. Ugye itt csak az alapszíneknél nekünk ilyen sötét zöld van. Itt is, hogyha ide jössz, akkor, ha rátolod. Tehát nem írja ki neked, hogy ez most milyen zöld hogy sötét zöld, tehát akkor itt is ugye az árnyalata, itt van a zöld, és akkor ugye valamilyen sötétebb zöldet ki kell választani, és akkor jó lesz. Jó, félkövér is legyen, így. Ö, a címek előtt nulla, a címek után 10 pontos legyen a térköz. Ez itt a formátumnál van alul, így itt látom, minden más be lehet még állítani a stílushoz. Bekezdés, Előtte nulla, jól láttam, utána 10. így, hát a sor köz nincs megadva, én azt beállítom szimplára, azzal nem foglalkozunk. Oké. És leokézom, és ugye még én semmire nem alkalmaztam a címsor egyet, de itt fent már látszik, hogy szépen megváltozott. És akkor a címeket formázzuk meg, a receptek címét. Ugye a Ctrl segítségével ki tudod ezeket ö, szépen ö, tehát egyszerre is hát nem egyszerre, de ugye többet is ki tudsz jelölni egyszerre körte krém leves én most ugye így lassan nem nagyon sietek, de ugye vizsgálna erre egy fél óra van, hogy lehet, hogy jobban járna ott a kezem. Erre már be is állítom a címsor egyet, hogy el ne a kijelölést. Kört és tiramisú. Ezen a mikrofon is itt van az utamban egy kicsit. Ja, most csak ezt összedobtam, mert hirtelen lett egy kicsike szabadidőm. Így. Jó, ezek be vannak állítva. Következő, a hozzávalók és az elkészítés alcímeket pedig kettes szintű címsorral kell. A formátum mindenben egyezze meg az egyes szintűvel, kivéve két dologban. A betűméret 15 pontos, a szöveg dölt legyen. Na, akkor nézzük. Címsor 2, módosítás. Times New Roman, ez 15 pontos legyen, valamint dölt. A szín ugyanez a sötét zöld, és akkor előtte nulla, utána 10, szimpla, oké, okay. ha jól emlékszem, akkor ennyi volt, ezt is leokézom, és mit kell? Hozzávalók és az elkészítés kell. Na már most ez a hozzávalók, ez mindig itt van. Erre mutatok egy trükköt, hogyha itt a cserére mész, kezdőlap, hol is van csere, megkeresheted azt, hogy hozzávalók, beállítod, hogy a kis és nagy betűk legyenek megkülönböztetve, tehát most csak azokat fogja neked megkeresni, úgymond cserélni valamire, ami nagy H betűvel kezdődik, és hozzávalókra végződik, tehát ugye számít, és mire cseréljük? Ugyanarra a szövegre, csak adjunk hozzá, hol hmm, is van, bocsánat, a stílust, hogy címsor, kettes legyen. Így. És itt látható is ugye, hogy ez az, amiket mi csináltunk. És ha ide az összes cseréjére kattintok, 12 cserét végrehajtott, és pont 12 receptünk van. Ez jól csinálta meg. És látod, a hozzávalókat nem kellett neked jelölgetni. hanem egyszerűen. Ezt itt megcsinálta. A következőnél, az elkészítésnél ez már nem teljesen működne, mert van olyan, hogy az elkészítését, tehát valahogy egy mondat úgy kezdődik és ragozva van, de akár meg lehet csinálni, csak ugye akkor majd végig kell nézegetned, hogy hol lett ez elrontva. Tehát vagy kijelölöd ugye így ugyanúgy egyessével, ahogy a címsor egynél is beállított, hogy címsor 2, vagy ezt a módszert alkalmazhatod rá. Én most ugye itt kijelölgetem. Mert én most nem vizsgán vagyok, de vizsgán azért lehet, hogy egyszerűbb lenne ezzel a keresés cserével ö, megoldani. Csak igen, arra kell figyelni, hogy na mi van akkor, ha ez úgy kezdődik egy mondat, hogy elkészítés. Például itt. Ezt csináltam én ezt már ugye órán, ö, diákokkal, és akkor, ha a cserével csinálod, akkor ezt is így beállítja a stílus egyre de ha jó a szemed, gyorsan végig scrollozod, akkor lehet, hogy meg tudod oldani hamar, hamarabb észreveszed ezt a... Úgymond, hogy ez nem ide illik, mint az, hogy egyesével kijelölgeted. Na a lényeg, hogy legyen eszetekben, hogy lehet ilyet csinálni, hogy a cserével ugye stílust vagy bármilyen formázást is hozzá tudsz adni bizonyos szavakhoz. Oké. Okay. Ez is megvan. Minden recept külön hasába kerüljön a minta szerint. A hozzávalók listáját formázza számozatlan felsorolásként. Tehát minden recept külön hasába. A minta szerint, hát a minta nekünk ugye olyan sok mindent nem ad, ennyit látunk a mintából. A lényeg, hogy úgymond így megfelezve férjen oda ki. Ezt ugye hasábtöréssel tudod elérni, de közben ezt is csinálni kell, akkor ez lesz egy számozatlan felsorolás és ezt a csokis körtelepényt egy hasábtöréssel átpakoljuk ide. És akkor így szépen jöhetünk le ez a villámgyors körtetortát is átpakoljuk. Hoppá. Ja, hasábtörés. Lehet ezt kopizni? Hát most nem, nem szórikázok ezzel. Egyszerűen így kijelölgetem, Az és egy hasáptörés hozzávalók ugye azok ilyenek legyenek hát itt nincs hasábtörés beszúrva hát tegyünk egyet teszünk egyet, az a biztos és akkor biztos, hogy ott fog kezdődni mindig közben lehet ezt itt variálni hogy hogy csinálod, mindig rákattintasz, vagy átmásolod a stílust, átmásolod a formátumot. Ez ugye mindenkinek a rutinjára van bízva. Ez pont átjött, itt sincs, de azért berakom. Nyilván, hogyha jól néz ki, én igazán simán elfogadom, ha valaki nem rakod a hasábtörést, a lényeg, hogy mindenhol úgy jelenjen meg. Ide is berakok egy hasább törést ezeket meg ugye szépen. ú, ennek jó sok hozzávalója van. Ide is berakok egyet. Már átoson ide. Kört és tiramisú. Remélem a hanggal nem nagyon lesz gond. Ugye sajnos visszatérő probléma, hogy gond volt a hanggal, halk volt. Egyébként ez már egy új mikrofon, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz a hang egy fokkal. Annyira sajnos nem értek itt a hangtechnikához. Ja, itt most ezzel csak itt el. Babra állunk, de ne ijedjünk meg, mert egyébként az Excel feladat az pedig nagyon végtelenül egyszerű lesz majd. És ha jól látom, itt pont mindenki fért szépen. Jó, közben mentünk egyet-kettőt. Ez is megvan, akkor minden új oldalon van, vagy új hasában van. Jó, az elkészítés utáni leírás sor közel legyen 1,25-szörös. Valami, az első sor behúzása legyen 1 centi. Hát ezt is csinálhattam volna. Elkészítés, tehát ilyen, ez ilyen tökölős feladat. Elkészítési utáni leírás sor köz 1,25, és az első sor 1 centi. Jöjjünk ide, az elkészítés ide. Ahelyett, hogy sor kizárt lenne. Na nézzük, mi is volt? sor köz 1,25, első sor behúzása 1,25 az a gyári nem, 1 centi és 1,25, tehát így így, és akkor ezt kell nekünk még itt, ugye átkótogtatni, de ugye csak az elkészítés utáni tehát nem a dizájnra mentek rá itt a Hát az a nem látok mintát. Tehát, úgyhogy csak minden egyes be, mind, tippelem, ugye, hogy minden egyes bekezdésre alkalmaznom kell. De majd eszembe se jutott, megnézzük majd egy megoldást. Mert elvileg van az is. Így Oké. A legutolsó bekezdésből a kapcsoló zárójelek közti szöveget helyezze át az oldalak élőfejébe a minta szerint balra, illetve jobbra igazítva. A szöveg legyen a kettes szintű címsorral azonosan formázva, mind a hat oldalon azonos legyen az élőfej, alsó folytonos szegélyjel. Ezeket a jeleket pedig töröljük. Jó, akkor ezt innen kivágom, ezt töröljük is, így. Élőfej, beszúrom, és nézzük, hogy a mintánkon. Az egyik itt van, a másik ott van. Hát én ezt legegyszerűbben. Ha már itt van benne, ha már alapból tabulátorral van. Ez ugye itt balra van, akkor a másikat meg ide. Ide kirakom ide legszére. Miért nem akarja az? Ja, mert itt is vannak valami tabok. Jó, bocsánat, kiveszem ezeket a tabokat innen, és akkor így egyetlen egy tabulátorral oda tud menni. Erre is beállítjuk a címsor kettesnek a dolgait. És még kell egy vonal. 2 kettes, igen, mind a hat az alsó folytonos szegélye. Hát egy ilyen egyszerű vonal akkor. Oké. Okay. És akkor szépen oda is tettük. Jó. Hát, ha jól látom, nem csúszott el semmi. És ez a feladat, úgymond, akkor ennyi is volt. A mintához, ha jól látom, azért eltértünk. Itt ugye nem ér oda. Én most azt meg nem mondom, miért. Na jó, ezzel nem fogok én most annyira. Ugye be lehetne állítani, hogy ez a margó fentebb kezdődjön. Lehet, hogy valami ilyesmi miatt. Jó, ez ennyi volt. Tehát látható, hogy nem nehéz feladat volt, inkább csak ilyen időigényes. Nem is tudom, mióta csinálom, de nyilván én ugye most nem adok bele apait, anyait, inkább csak szövegelek. Jó, el van mentve. Következő feladat az Excel. Látható az ennyi A, B, C, hát meg, meg, meg más, két másik feladat, tehát vagy öt feladatnyi. Lista TXT-ben van nekünk valami, és bele kell lapátolni az A1-es cellától kezdődően egy munkafüzetbe. Na ezt csináljuk is meg. Itt van nekünk a üres munkafüzetünk és belepakoljuk a listánkat. a kezdődően. Így Hoppá. Csak sikerült elnyomnom elnézést. Így Beleraktuk. Ezt el kell ma entenünk. Hozzávalók névem, és a munkalapot nevezzük át listára. Itt van alul a munkalapunk, duplán rákattintok, lista. Oké. Okay. Készítsük el a C2D4 tartományban a minta szerinti segédtáblázatot. Ügyeljünk a szövegigazításokra. Tehát ezt itt el kell készítenünk: C2D4. Minde. Hozzávaló neve. Receptek száma. Receptek aránya. Jó rémlik? Igen. Igazításra figyeljünk, ez mind jobbra van igazítva. Ide meg be van írva az, hogy dió. Aztnak az igazítása középre van. Meg ezeknek is mindnek így né. nézzük a feladatot tovább Jó. a D3 cellában képlet segítségével határozza meg hogy a beimportált listában hányszor szerepel a D2 cellában megnevezett hozzávaló az eredmény darab mértékegysége jelenítse meg tehát meg kell számolnunk hogy ez itt jelen esetben a dió, hányszor szerepel itt az áoszlopban. Erre tökéletes ugye nekünk egy darab tele függvény, aminek megmondom, hogy itt keressen. Így. És hogy mit keressen? Hát amit a D2-be beírunk. És ennyi. Mert utána ide, hogyha azt írom be, hogy room, abból is kettő van, nem mondja len. Körte, de 10-ben 12, tehát mű csak működik ez. Jó. És annyi kell még, hogy ennek, ugye, darab mértékességet kell adni. Ez egy egész szám legyen akkor. Így. Darab. Oké, kettő darab. D4 cellában képlet segítségével határozza meg, hogy a 12 recept hány százalékához szükséges a D2 cellában megnevezett hozzávaló. Ez egy arányszámítás, tehát 12 recept hány százalékához kell. Mi jött ki itt nekünk? Ugye az jön ki, hogy 17 ugye a kettő a 12-nek a 17 százaléka, ezt ugye hogy tudod kiszámolni, hogy őt elosztod 12-vel, és beállítasz rá egy százalékot. Tehát egy arányt számoltunk. Jó, van -e még valami? Amennyiben a számlálás eredménye nulla, a D3 cella tartalma piros, vagy vörös betűszínnel jelenjen meg. Akkor ugye ez egy feltételes formázás. A D3 cella tartalma D3, ez az. Feltételes formázás, új szabály. Csak az adott tartalmú cellákat formázom. Ha a cella értékem, tehát ami ebben van, az egyenlő nullával, akkor a színem legyen piros. Ennyi. És ki is próbáljuk. Sajtból ugye nulla darab kell, és akkor bepirosodott dióra pedig ugye visszavált. Jó, rejts el a munkalapon a hozzávalók listáját tartalmazó oszlopot, ő az, kijelölöd az A oszlopot, jobb egérgomb, elrejtés. Ha vissza akarod hozni jobbegérgomb felfedés. Tehát ezzel tudsz rejtegetni. A munkalap védelmi beállításaival érje el, hogy csak a D2 cellát lehessen kijelölni és szerkeszteni. Tehát csak őt. Tehát le kell zárolni mindent, de ebbe tudjam írni, hogy körte, alma, vagy amit éppen akarok. Ezt ugye lezár, lezárolni, itt a lapvédelemmel lehet, viszont akkor ezt is lezárólja. Mi a trükk? Van minden egyes cellának egy olyan tulajdonsága, itt a cellaformázásnál, hogy védelem. Jelen esetben ez bent van, hogy zárolt. Ha ez a pipa bent van, akkor ha lapvédelmet teszel, vagy alkalmazol, akkor az a cellád zárolt lesz, tehát nem tudsz vele semmit csinálni. Vagy hát azt tudod csinálni, amit a lapvédelemnél beállítasz. Ez ne legyen zárolt. Tehát ez az egy, ez a D2-re rákattintottam, kivettem a pipát, hogy zárolt. Oké. És alkalmazom rá a lapvédelmet. És itt van, hogy mit lehet. A zárolt cellákat ki lehessen jelölni? Ne lehessen. Ha nem záró cellákat ki lehessen jelölni? Igen, mert ugye ez egy nem záró cella. Ezt kellett itt kivenni, jelszót is lehetne megadni, de azt nem mondja, anélkül És ugye? És akkor most hiába kattingatok itt, nem nagyon tudok. Nem látszik úgy, de mivel ez ki van jelölve, ugye ezt nem is tudom így. Mivel ki van jelölve, azért ebbe továbbra is tudok dolgozni. És akkor így lehet ilyen formokat csinálni, például ide beírom, hogy cukor, akkor ez működik. De ugye nem férek ide hozzá, a, hogy megnézzem a függvényt. Dió jó, és egyszerűen, ha akarom, akkor meg feloldom. De nyilván ti úgy adjátok be, hogy ez a lapvédelem, ez be legyen kapcsolva, mert ez volt a feladat. Így kell elmenteni. Én most nem mentettem el, mert nem akarok itt a könyvtár struktúrámban matadgatni. Jó, és ez a feladat ennyi volt. Ez egy viszonylag egyszerű feladat volt. Itt ugye egyetlen egy darabteli függvényt, az egyáltalán nem haladó függvény, azt kellett elkészíteni. Ami haladó volt, az ugye ez a lapvédelem, valamint a feltételes formázás, de abból is az egyszerűbb. Tehát igazából itt a lapvédelem az, amelyik ö, nehézkes volt. Itt vannak a pontok, mindenre jár egy pont, tehát itt is, hogyha ha nem is stílussal állítottad volna be itt a körtésnél, a körtés recepteknél a dolgokat, még akkor is járna a pont. Sok helyen. Itt van a recept címek. Itt van. Ekkor. Így. Ez a két pont jár pluszban, hogyha te címsort alkalmaztál. Itt pedig látod, hogy egy receptre, ha ezeket már beállítod, csak úgy alapból, akkor jár a három pont. Ha háromra állítod be, akkor már négy pont, és ha mindezt, hogyha címsorral csinálod címsorokkal vagy stílussal, akkor jó. Úgyhogy ö, nem volt teljesen kötelező itt a címsorokat használni, hát minimális pontveszteséggel járt. Az excel Excelnél is ott pedig itt vagyunk, Minden, maga ez a lapvédelem ez egy pontot ér a feltételes formázásért kettő pontot, de igazából az a egyszerűbb szerintem. Mert a feltételes formázásnál ott egy dolgot kell beállítani, itt pedig ugye kettőt is, ezt is tudni kell, hogy itt a cella formátumnál neked ugye a rejtettből ki kell venned, és akkor itt pedig tudod csinálni. Nem. Hát nézzük meg, hogyha nem veszem ki, úgy is működne, ha ez továbbra is zárolt. Napvédelem. Oké, okay. akkor nem. Vagy de. de akkor nem tudom módosítani. Tehát mindenképpen ki kell vennem, igen. Tehát itt két dolgot kell beállítani, úgyhogy nem nagyon értem. Valószínűleg lehet ez, hogy ez egy ajándékvizsgának szánták. Csúnya kifejezés, mondjuk ez, de ez így nagyon egyszerű volt. Bízunk benne, hogy ilyen lesz majd a most február is. Mert azért akik most fognak ott vizsgázni, azért nálunk legalábbis egy évet, hát ugye a tavalyi évet a Linux-szal volt, e, tehát digitális oktatásban húzták le, és jó, jó kapták a videókat, de az azért az nem olyan, mint hogyha ott lettünk volna élőben órákon. Úgyhogy nem tudom. Na bízunk a legjobbakban, úgyhogy ez volt a mostani. Legutolsó vizsga feladat. 40%-tól azt nem mondtam még itt lehet. A legelején látszik, 40%-tól elégséges, de ugye nem arra hajtunk, hanem a lehető legtöbbre. Ennyi. Összesen van 30 pont. 30-nak a 40%-a. 12. 12 pontot, ebből pedig bárkinek illik elérni. De nyilván, ahogy mondtam, nem arra hajtunk, hanem a lehetőleges legjobb eredményre. Jó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!